A videó támogató partnere a Tippvadász, ingyenes sportfogadási tippek, exkluzív Facebook csoport, tanácsokkal, szelvény taktikákkal, elérhető a VIP tagság, illetve sportfogadási stratégiák is várnak, részletes táblázattal kiegészítve. Magyarország egyik legnagyobb tipp tanácsadó weboldala biztonságos fizetési rendszerrel, 60% feletti nyerési eséllyel. www.tippvadász.hu, kizárólag 18 éven felüliek részére. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban pedig Ferencváros karrierre folytatjuk a videósorozatot. Hajrá, Fradi! Nem állunk jól így a bajnokságban. Ezekkel a folyamatos döntetlenekkel csak azt érjük el, hogy lemaradunk. Pontot szerzünk. Tehát azzal nincsen baj, hogy nem szereznénk pontot, de előre nem tudunk jutni. 16 ponttal azért az valljuk be, az kevés. Ennél följebb kellene jutni tényleg. 7. helyen van a Spurs, tehát hanem Hotspur 20 ponttal. Nem vagyunk tőlük annyira lemaradva. Nagyjából ott van a szakadék, ha megnézitek. Az Arsenal és a Tottenham. Milyen ugye rapszódikus. De hogy a lényeg, hogy ugye ott a szakadék a két nagy rivális között. Az Everton az nagyon komolyan felküzdötte magát ott a 3. helyen. Ők vannak úgy ott, ami esetleg nem is odaillő csapat lenne, a többi az egészen valóságszerűen alakul egyenlőre. A lényeg, hogy meg kellene verni a Tottenham Hotspurt, nem lesz egyszerű, hiszen nagyon jó a gárdája, nagyon jó a kerete, még ha nem is kupagyőztes csapat, de mármint, hogy nem képes arra a keret ezek szerint már több éve, mert most is kiestek az európai porondról, de a lényeg, hogy a Premier League-ben mindig jól teljesítenek, és hát nem lesz egyszerű ellenük. Úgyhogy hát meglátjuk azért majd, hogyan alakul ez. Ami a West Hamnél nagyon tetszett, és az előző videóban a végén nem tudtam vele foglalkozni, az, hogy megnézem Benramát a West Hamből, mert hogy cserepados, és még csak be se cserélték. Úgyhogy nekem Benramá az eléggé jó, az eléggé tetszik. Benramá, 28 éves, 78-as, át lehet, tudjuk, hogy 78-asat láttuk az előző West Ham elleni meccsen. Át lehet állítani őt csatárba, de nagyon sok pozícióba tud játszani. Én lehet, hogy őt kiraknám shortlistre, és megkérdezem a scoutunkat, hogy amúgy mizu van vele. Mert nekem nagyon szimpatikus lenne, hogyha egy ilyen jó játékos még itt csatlakozna hozzánk. Talán ezt ki tudjuk gazdálkodni. Mondtátok, hogy Samaka annyira jó volt az előző karrier részben, hogy le kéne igazolni. Aha, jó, csak kifizeti ki, mert Samaka iszonyatosan drága, nagyon-nagyon jó játékos, és nekünk a büdzsénk az meg egészen szomorú, 10 milliós büdzsénk van, úgyhogy az meg... ez nem elég erre. Mindegy, nyomjuk, mert most viszont kemény mérkőzések várnak ránk. Fiatalokkal akartam foglalkozni még, mert hát el kellett engednem, képzeljétek, egy csomót el kellett engednem. Az a baj, hogy ez a scout meg annyira vacak, ez a Webster, hogy nem nagyon figyeli ki a jó játékosokat, úgyhogy valami jobbat kellene majd arra is költenünk, hogy egy jobb scoutot szerezzünk esetlegesen. Na mindegy, nézzük már a fiatalokat. Jelenleg kettő van, aki úgy ígéretesnek tűnik, Varga Ármin, de neki az overall-ja nagyon-nagyon gyenge még, egyenlőre ez 50-es, az eléggé szomorú. Viszont folyamatosan fejlődik, be van állítva nála a jó fejlődés is, minden, 82 a max potenciája, nem annyira tűz, de mindegy. A másik pedig Juhász Lajos, akinek 81-es a potenciája, viszont neki az overall-ja már 56-os, ez egy picit jobb, de úha. Tehát érzitek, hogy itt baj van, a legjobbra van állítva tényleg mind a kettőknek a fejlődése, ami a legjobb overallokat hozza, és hát még sokat kell nekik pallérozódniuk. Úgyhogy nem állunk ilyen szempontból se túl jól. Amit más nem szerettem volna. Jó. Zavar van az agyamba. Nézzük már az ellenfelt. Son, Kane, Kulusevski, Lo Celso, Bentancur, Spence, az ki? Tanga, Timber, Sanchez, Reguilón, Loris, azt a mindenit, tehát top játékosok. A legjobb, az egyik legjobb angol csatár, Son, válogatottjának a messze a legjobbja, Loris, mint francia kapus, azt a mindenit, nem lesz ez egyszerű, viszont mi frissebbek vagyunk, mi folyamatosan figyelünk a frissességre, az ellenfél meg nem, úgyhogy ebben talán kiemelkedhetünk egy picit, meglátjuk, azért nem akarok előre inni semmire,
de jó lenne most már valami eredményt mutatni. Igazából a többi játékosunk így ahogy látom, így rendben van. Én fáradtakat nem nagyon szeretnék látni, most Séfer akkor pihizik egy picit, mert nem szeretném, hogy fáradtan bárkit játszon. Reméljük, hogy tényleg formába lendülnek itt a mieink is, és esetlegesen meg is nyerhetnénk ezt a mérkőzést, nem lenne egy rossz dolog. Nézzük már, Tottenham Hotspurnek a saját stadionjában lesz a meccs, ami azért az egy eléggé durván jó aréna. És már készülgetnek is. Harry Kane 3 gólt lőtt az előző 3 meccsen. Az elég erős mutató egyébként. Fú. Azt a mindenit. Az, ez a stadion. Jézusom. Félelmetes. Nagyon-nagyon félelmetes. Brutális aréna, elképesztő szurkoló táborral. Azért a Tottenhamnek is megvan a maga tábora, át brutál durva. Nagyon-nagyon komoly. Harry Kane. Az nehéz lesz, azt nehéz lesz blokkolni, hogy Harry Kane ne lőjön kapura, vagy ne fejeljen éppességgel. Na nyomjuk a jó kis szép vendégmezben, tehát hanem a hazaiban, Gallardo, a jó kis FIFA 23-ban, a mobile után, a mobile-ba is sikerült jó dolgokat elérni, de most itt a nagygépes FIFA-ba is most már muszáj lenne valamit letenni az asztalra. Afif keresi a helyét egyenlőre, sajnos a Ferencváros Leverkusen ellen nem játszott hibátlanul, gólszerzéstől viszonylagosan messze voltunk. A második kapott gól nem volt benne a meccsben, jobb lett volna egy sima 1-0-ás vereséggel hazajönni. Így nehéz lesz. Az 1-0 még nem lett volna annyira vészes vendégbe, de így nagyon nehéz lesz, hogy 2-0-ra vezet tulajdonképpen a Leverkusen, és onnan jön a visszavágó. Azt a mindeni fölé. Son próbálkozott fölé, de blokkolt is valaki. Úgyhogy azért is mehetett fölé. Lo Celso. Na, mit csinál? Könnyed Tanaga mellélövés. Semmi komoly veszélyt nem nyújtott szerencsére. Denayer. Egy Gallardo, egy Palacios, Szalai Attila kerkeznek. Afif, vissza. Marquinhos, az jó, Ramsey. Az nagyon okos egyenlőre. Be a tömegbe, az már annyira nem. Beadtuk oda, ahol tényleg nagyon sokan voltak. Son. Hátrafejeli. Nagyon ügyesen, nagyon jól. Nem kell kapkodni. Csak ésszel. Az eredményre megyünk rá. Gallardo. Maé. Ott egy elfutó. Marquinhos. Nagyon közre zárták. Palacios, micsoda jó. Micsoda jó megoldásokat választ. Nagyon meg vagyok elégedve Palacios-szal egyébként. Úgy érzem, hogy tényleg ő is be fog illeszkedni ide a Ferencvárosba. Volt egy-két játékos, aki nem tudott beilleszkedni, de azt a nagyok megtalálják a helyüket. Maé került olyan helyzetbe, amiből akár gól is születhet volna, hogyha kicsit tökösebb, meg több szerencsénk van, de így se volt ez egy rossz megoldás. A beindulóra nem jön Marquinhos. Nem tudom, mit nézett. Kulusevski. A svéd tehetség. Nagy fiatalja a svéd válogatottnak, akiben azért van még bőségesen potenciál, ő nagyon komoly ütőkártyája a Tottenhamnek. Gallardo, Kulusevski, jó, Szalai Attila, bombázzuk ki, azaz. Sajnos a Fenerbahce is Szalai Attilával kikapott, tehát most így a magyaroknak Freiburggal, ugye, Sallairoli, tehát így a magyaroknak nem áll jól a széna. Még a Union Berlin járt a legjobban, de hát ők se játszottak egy túl komoly meccset, ahol teljesen lett volna esik a győzelemre, mert nagyon kiki mérkőzés volt, érezni lehetett, hogy döntetlen lesz. Mármint így az összefoglalót végignézve persze. Gallardo, Palacios vissza, majd egy Vega. Vega eléggé be tud nyomulni a 16-oson belül, a fejelésünk egyáltalán nem jó. Afif nagy lövése! Marquinhosnál a labda, na ez jó volt, ez a kipattanó, ez igazán veszélyes volt. Fradi tábor pont itt van a bal felső sarokban, mellőlük adhatjuk be azt a labdát, Vega ehhez alacsony, és ott össze is estek egy picit a játékosok, sőt, valaki lesérül, ugye nem Vega, mert akkor sírva fakadok.
Ne csináld! Remélem tényleg senki nem sérült le. Regulion. Denier. Inkább hátra. Ha nem vagy benne biztos, inkább hátra. Divus kifejeli. Látványos mozdulat, maga biztos. Nem volt itt öngól veszély. Nem, Vega. Vega, akinek valami baja van. Marquinhos ott fut. Gyere, Marquinhos! Fuss meg! Nem, Timber kiolózza. Ramsey, Palacios, Afif. Afif elesik. Megnézzük majd, hogy Vegának mennyire komoly a sérülése. Hát, nem akarom, hogy rásérüljön. Ajj! Csere, nem akarom, hogy rásérüljön Vega itt bármire, mert ha hosszabb kiadás kell, az tényleg az nagyon nagy probléma nekünk. Tokmak amúgy is jó formában, PES-ben is jól játszott, amikor lejátszott a Leverkusen ellen, itt reméljük, hogy itt is jól fog játszani. Vega, ez nagy probléma. Most 9 pontszámmal gyengébb játékos kell behozni, de tényleg bízok benne, hogy Tokmak felnő a feladathoz, és meg tudja oldani ezt a problémát, Dibusz. Jó, les. Vega lejön, tényleg nem akarok megkockáztatni egy nagyobb sérülést. Reméljük így is következő meccsen már játszhat is, mert alap embere a csapatnak, ez nem is kérdés tulajdonképpen. Kulusevski, Tokmaki, nagyon jó még védekezni is tud a Toki. Palacios, az nagyon jó. Ramsey, Tokmak, vissza. A passz egészen jó lehetett volna. De azért nagyon harcias, tehát nem ez látszik, hogy fizikálisan oldják meg ott hátul a dolgokat. Nem sok beleszólásunk van így. Harry Kane, figyeljük a keresztpasszokat, hogy ne, erre akartam figyelni, mondom, erre figyeljünk, basszus. Hát... Hiába tudom, hogy mire kéne figyelni, hogyha nem megy. Na mindegy. Los Celso. Átvernek simán egy-két kis csel. Ezt már át is vagyok verve. Dibusz Dénest azért nem olyan egyszerű. Ő nem most jött le. Gallardo. Tokmak. Marquinhos. Ó, belevezetem. Gyerekek, hülyeség a köbön, hogy belevezetem az emberbe. Szalajati Kulusevskihez megy. És zárná a szögeket. Harry Kane, nagyon jól játszanak. Son. Bentancur, jó, Gallardo. Oké, a blokk. Teste kisodorta a labdát. Na gyere, mutass, Son. Azt nem Dibusz védte ki. És azt se Dibusz védte ki, az már gól. A gólvonalról kellett visszafejelni a labdát. De a másodikkal nem tudott mit kezdeni. Ez hihetetlen. Az is durva, ott valaki elesik a játékosunk. És Dibusz nem tudom mit csinál, most nem érezte a dolgokat. Tangana francba, hogy... Aj. Hát ez probléma. Ez probléma, hogy ő meg is szerezte most akkor így a kis vezető gólt. Tokmak. Ezt nem, ilyet nem lehet Lorisnak. Francia válogatott egyik, hanem a legjobb ugye kapusa. Legtöbb meccsen ő szokott védeni. Oh. Hát ennél többre számítottam. 1-0-ra vezet a Tottenham Hotspur. Nézzük már az ellenfél játékosit, kíváncsi vagyok a Tottenhamnél, milyen emberek alkotják a csapatot. Son 89-es világklasszis, Harry Kane 89-es, ez nagyon brutál, tehát basszus, két 89-esük van. Kulusevski 84-es, de nagyon fiatal, Los Celso 83, Bentancur 80, Regulé 82, Davidson Sanchez 80-as, Timber új igazolás, ugye 82, Tangana 77, és ő lőtte a gólt, vagy hát fejelte. Spence 78, tehát ezen a szélen, a Tangana Spence szélen kellene elmenni, mert ott 70-es játékosok vannak. Loris 85, Perot az nagyon gyenge, Perisic ott van 80-assal, ő még jó lehet, majd Szózá 80-as. Van egy Richarlisonjuk is, ugye Højbjerg, Cash, Lafont, tehát itt nagyon jó játékosokat hozhatnak még be a második félidőbe. Össze kell szedni magunkat, én azt látom itt, hogy most egyenlőre ennél sokkal többet kell mutatni. Megnézzük így, hogy mit tudunk. Most egy picit változtattunk, nem sokat. Na, Harry Kane, Los Celso egyből.
Kleinheisler bejött a pályára, Ramsey helyett, bár Ramsey azért sokszor játszott tüzes mérkőzéseket az Arsenal színeiben, ugye a Tottenham ellen, de Kleinheiserben is ugyanúgy ott van az a nagy extra lelkesedés, ami minden magyar játékost motivál az ilyen meccsekre! Bentancur megint egy ugyanolyan, szituációból kapunk holt, mint az előbb. De full ugyanaz. A védő kifejeli, majd visszafejelik, és Dibusz nem tudja védeni. Ugyanaz, figyeld. Kiemeli, bocsánat, kiemeli a védő, rossz helyre, és gól. Hát ez parádé. Ez parádé, gyerekek. Ez nagyon-nagyon rossz így. Nagyon gyenge, nem tudom, ez full. Nagyon-nagyon bénák vagyunk ez a Tottenhamhoz képest. A Premier League de kemény. Srácok. És még az év elején legyőztük a Liverpoolt. Azt sem tudom, hogy csináltuk. Szerintem az véletlen volt. Az véletlen lehetett. És még arról beszéltünk, hogy rakjuk fejbe a nehézségi szintet, mert mindenkit legyőzök. Aha, miről beszélsz? Miről beszélsz? nem jó az indítás. És látom, hogy a Tottenham már december 6-án valamilyen nemzetközi meccset fog játszani. El kell tényleg kezdenünk itt erősíteni a csapatot, téli átigazolásokra is gondolva. Mert hát ez így kevés. Vagy én vagyok kevés, az is lehet. Monsteres reklám. Nagyon komoly, néztem, hogy ilyen cipős reklám van. Ugye minden stadionban más a reklám. De amúgy elég zsírreklámok vannak. A cipős is nagyon tetszett, de ez a Monster is tök jól nézett ki. De nem a reklámtáblákat kellene nézegetni, hanem mondjuk azt, hogy hogyan lehetne megnyerni a meccset. Azt a mindenit. Hogy mennyire szét vagyok szóródva. Kerkez nem tudja utolérni. Harry Kane! Úristen, les! Harry Kane mekkora gólt lőtt amúgy. A világítófülű Harry Kane nem bírta ezt szabályos keretek között belőni, nagy mázlinkra egyébként. Tokmak. Na most mutasd meg. Gyere! Nyomjad neki, Toki! Gyere! Akár rá is lőheti! De így... Picit támadóbra felmegyünk. Azt hittem ennél jobban fog rá elnőni, tehát ez az... Edzésen szerintem Harry Kane jobban megkínálja. Na mindegy. Ó, Marquinhos! Hát ez egy Marquinhos rendesen felborították, de ez egy jó lehetőség lehetett volna. Legalább oda kerültünk tűz közelbe. Kleinheisler! Azt figyeld! Kleini! Na végre, de Lóris egyszerűen nem lehet rajta kifogni ezen a kapuson. Pedig most tényleg ott vagyunk, most tényleg rálövünk. Nem tilitolizunk, de egyszerűen nem. Nem lehet bírni velük. Na, futás hátra. Spence. Visszapasszol. Az jó, Tokmak. Az nagyon jó. Azzal akkor el lehetne most indulni. Az nagyon jó. Üres terület nyílik Mai előtt. Óriási, lerántani se lehet Ryan Mai-ét. Most már rá is lőheti. Rálövi. Vissza. Nem. Kiejtette a kapus, de kivágták a védők. Mai, micsoda megfutás, és még mindig nem bírunk gólt lőni. Cash jön be. Ez is egy új igazolás, lengyel tehetség. Kerkez, nem jó. Védjük itt a dolgokat, nehogy könnyedén kihozzák. Losszázak, vissza kell passzolni egyből. Komoly a letámadásunk? Nagyon komoly a letámadásunk. Becsúszva kell tisztázniuk a labdát. Valamilyen úton, módon. De gyorsan passzolgatnak, nem ehhez vagyok hozzászokva. Azaz, vissza Dibusz, hát... Így nem lesz góllövés, ha Dibusznak adogatjuk vissza a labdát, de előre se tudunk egyszerűen menni. Baj van. 2-0-ra olyan simán vezet a Tottenham Hotspur, hogy ez... Ez egészen meglepő most számomra. Hogy ennyire nem tudunk gólt lőni. Marquinhos, onnan el lehet pukkantani. Életerős lövés! Loris természetesen védte. Nem lehet neki gólt lőni. Lehúzta a rólót, betéglázta a kaput, és akkora réteg vakolatot húzott rá, hogy
tulajdonképpen kapargatjuk a falat minden egyes lövéssel, esély nincsen valós helyzetbe kerülni. Micsoda visszapassz! Regulion! Afif! Honnan csúszik be Afif? De jó, amúgy jó volt. Højbjerg, egy 85-ös játékos, még azért ez kellett. Még azért ez kellett, nem elég így. Büntet a sors, elég durván. Son. Lo Celso, nem lehet utalérni. Nem lehet utalérni, hihetetlen. Cash. Hát ebből pénz lesz. A francba, Dibus. Jézusom, Kulusevski telibe trafálja a kapufát. Mukoko jön be Maé helyett, 80. perc most már. Egy kis átadás, egy kis Szalai Attila, show. Ki az oldalra, szélre, Gallardo laposan. Szép a... Amikor mondanám, hogy szép a passzjáték, akkor veszítjük el. Nem szabad ilyeneket mondanom. Regulion. Lo Celso. Ismét Regulion. Kint a szélen Sanchez. És Son. És nem bírunk mit csinálni. Harry Kane. Át, Tibusz. Mi van? Most mi van? Marquinhos hegyzekerészen. Most mi a probléma? Ki szabálytalankodott? Én? Ott. Ja, Harry Kane kicsit. Hát jó, hogy gyomrost kapott azért. Biztos fájt neki. De jár a szabadrugás. Son fogja rápörgetni. Hát ez meg le is pattan Dibusz előtt. Nagyon könnyen meg lehetett ezt fogni. Előre a labdát. Előre, srácok. Kleinheisler. Mukoko. Vissza. Haj. Nem tudok passzolni, és... Á, nem jó, és Denayert felrököm! Úristen! Denayert gáncsoltam ki. Hát... Harry Kane is gólt lő. Micsoda sztár ez a gyerek. Hát ez figyeld. Úgy futok, mint állat, és basszus, kitöröm Denayer lábát a becsúszásommal. Saját játékosomat buktatom. Hát... Ez tényleg Benny Hill Show. Ez cirkuszi mutatvány a részünkről, amit csinálunk a futballpályán, hogy ennyire nem tudunk beleszólni a küzdelembe. Mukokót is pofára ejtik, semmi nem szabálytalan ezen a meccsen. Semmi nem szabálytalan, komolyan. Rakd előre, azaz, trükközzünk, mert arra van lehetőség, másra nem igazán. Mukoko is mellé pukkantja. Közelében nem járunk a gólszerzésnek. Pedig ez már egy támadóbb. Nem ultra atak, tehát nem az ultra támadás, de egy támadóbb taktika volt. Teljesen mindegy. Foghatatlan volt a Tottenham Hotspur. Ellenállhatatlanul játszott. A kéz is volt Szalai Attilánál. Az még egy 11-es is megért volna, tehát ezért ez zseniális. Adjunk valami keserves interjút, semmi közünk nem volt ehhez a meccshez. Nagyon sajnálom, srácok, de ez a Premier League, tehát... nagyon kemény, nagyon-nagyon durván kemény bajnokság. Vega 5 napra lesérült, jó, hogy amúgy az interjúztatótól kell megtudnom, van egy B-tervünk Vegáratok meg személyében, de azért, na. A Tottenham Hotspur nagyon kemény csapat, valami olyat szeretnék nyilatkozni, mert nem bántam meg a játékosokat, de nagyon jól játszott a Tottenham, ezt el kell ismerni, tehát ez egyértelmű. Az mondjuk, hogy Vega 5 napra sérült le, az nem vészes, nem tűnik annyira vészesnek. Talán, igen. Hát, shoulder, jó, mindegy. Az 5 nap az talán nem a világ vége. Menjünk tovább, Leicester City ellen szerintem már Vega vissza is térhet. Jó kis edzések megvoltak, lehet megint interjúzni, figyelj, interjúzzunk, szeretem ezeket az interjúkat. Nézzük, hogy miről kérdeznek minket. Mr. Church, az a Vega, mindig Vegáról van szó. Jó, igen. Vega visszatér, és Vega meg fogja mutatni, hogy mit tud. Majd meglátjuk, hogy van-e energiája visszatérni. A kérdés, hogy... van-e valami tervünk, hogy akarjuk megnyerni a meccset, meg elemeztük a Leicester City-t, a saját teljesítményünkre nagyon fogunk fókuszálni, és ezáltal talán bízok abban, hogy tényleg. A Leicester az most már nem az a Leicester, aki megnyerte a bajnokságot annó,
már ezzel, meg ilyenek, de na értitek, szóval talán lehet esélyünk, eléggé szétszették ezt a Leicestert. Jól érzi magát Tokmak, én is jól érzem magam, ha jól érzi magát, úgyhogy akkor mindenki jól érzi magát. Menjünk, nézzük meg, hol áll a Leicester? Hanyadikok? 15-ek, mi meg 14-ek vagyunk. Jó. Jó. Oké. Na nézzük, Jamie Vardy, az még mindig egy nagyon komoly ütőkártya. A Leicester kezében egy nagyon gyors csatár, van egy Baumgartner, Eze, Pratt, Berenguer, Csuduri, Tapsoba, Fals, Kastány, Iversen, Mendy, Schmeichel is elment, ugye. Ó, hát ez eléggé szétesett ez a Leicester. Hát a régi csapatból nem sokan vannak. Na jó, figyeltek, nézzük már a mi csapatunkat, hiszen ott van Vega. Fúha. Marquinhos, Afif, Kerkez már 77-es, Kerkez elképesztő tempóba fejlődik. Nagyon durván gyorsan fejlődik. Hatalmas igazolás volt. Én Kleinheisler tüzes játékát megnézném. Ramsey helyett most. Illetve Lajduninak is szeretnék egy pici lehetőséget adni. Schäferre is kíváncsi vagyok, de őt szerintem csak csereként fogom bevetni, úgyhogy Mukoko kezdhet. Mondjuk most Ryan Mayhet, a két fiatal kezd egymás mellett, megnézzük, mire megy egymással, vagy hát úgy egymással, hogy tényleg egymás támogatva, nem egymás ellen. A két fiatal, úgyhogy megnézzük. Botka is jól érzi magát, Lancsárt még akár be is állíthatjuk. Sammy Mayhet is egészen vidám, megnézzük őt is, berakjuk, hát ha be tudjuk cserélni esetlegesen. Mondjuk, nem is tudom ki helyére, egy Zakariasen most kiszedünk, pihenjen egy picit. Nyomjuk, nyomjuk, mert ez majd vagy nem tényleg a legjobb csapatunk. Van egy-két változtatás a keretbe. Én azt mondom, hogy talán mehet. Hazai mérkőzésünk most nem lesz, mind a két meccs sajnos vendégben van. De mint tudjuk, a Fradi tábor mindenhova elutazik, tehát itt is ott lesznek, hogyha jól játszik a csapat, bizony hallani fogjuk a hangjukat. A sálamat lecserélem, mert szerintem nem jó, nem érzem benne az energiát. Egy másik sál talán segíthet, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ez melegebb, úgyhogy talán most ilyen kis nyakmasszás révén a plusz energiát táplálja belénk, és talán így meg lehet ez a mérkőzés is. Vagy hát nem is, hanem meg kell lennie, mert nem nagyon nyerünk mostanában. Hazai mezben játszunk a szép zöld-fehérben, és a Leicester City is a hazai mezében, úgyhogy egyből egy durva belépő, de semmi gond. Premier League szinten ez igazából simogatásnak is betudható. Kastány, Gallardo, Denayer, Jamie Vardy-ra nagyon kéne odafigyelni, tehát az extrém módon vele kéne menni, nehogy lemaradjunk. Mukoko nagyon szép paszt választ. Marquinhos, egyelőre ez is jó. Afif, nem kell elkapkodni. Az égvilágon semmit nem kell elkapkodni. Vega, betör középre. Ó, Vega! Iversen védett. Vega, na, ezt mondom. A csávó most ért vissza a sérüléséből. Az hello, már egyből olyan csúcsformában nyomja, mint az állat. Nem vicc, hogy a legjobbunk Vega. Az jó, Kleinheisler, Lajduni. Szép emberek között. Vega megint. Vega nagyon gólt szeretne lőni, de mondjuk így nem fog menni. Ez most egy gyengebb lövés volt az ő részéről. Berenguer. Majd utána egy Prát. A következő Vardy, de... Nem, így nem lehet Vardyt azért. Ennyire lefogtuk, hogy ne tudjon már ilyen könnyen ellépni. Jamie Vardy ismételten. Cselezget. Nagyon közelről a lövés. Kapufa, de les volt. Tehát nagyon közelről jött a lövés. Egyértelmű volt szerintem, hogy ott valami les szituáció is kialakulóban van. Afif. Afifnak oda csúsznak. Hát ez eléggé durva volt. Reméljük majd egy utólagos sárgalap. Bíró kezéből kificcen. Meglátjuk. Mendy. De a sárgalaptól nem nyerünk meccseket, úgyhogy ennél azért több kell. Jó, Gallardo keresztezett, oké. Bakker, az egy csínybe adott labda, minek következtében volt egy kis probléma. Jó, Kerkez, 77-es, látszik is, nagyon jól játszik, egyre-egyre jobban fejlődik Kerkez. Ott is egy szabálytalanság, a franc egye meg, sárgalap, így van, így van. Baumgartner révén
Megvan az első sárgalap, noha az ellenfél jött a szabadrugással. Dibuszt lehúzta, Dibuszt akadályozták, azért nem volt szép, de Vega ezzel úgy elmehet, mint a Sic. Mint a Sic, Vega extrém gyors tempóját kihasználva, ezt most be lehet lőni. A kis csel! Vega annyira érzi ezt a meccset, hogy muszáj neki gólt lőnie, érik a gól. A beadás senki földje. Lehet próbálkozni akkor még egyszer. Hát, sokan fogták ott Mukokót, meg hát ő nem a legjobban fejlő játékosunk, ez biztos. Vega most hibázott, de igazából azonnal javítva van a hibája. Kleinhäusler végül nem tudta megtartani, kár érte. Most viszont futás van. Most viszont nagyon futás van, srácok. Az jó. Ne! Bazd meg, ne! Nem. Ez mekkora hiba volt a védelem részéről. Szalajati! Hát gyerek, azt ki kellett volna bikázni a légtérbe. Vega megtáncoltatja a gyereket. Franc, egye meg. Hopp, Vega. A Vega show. Hopp, a Vega show megint. Hát nem. Túl sokáig akartam vinni azt a labdát. Hú, de mérges vagyok most. Hogy megint bekaptunk egy szerencsétlen gólt, egy ilyen idióta helyzetből, egy ilyen béna szituáció után. Szalajati blokk, jó van. Pedig 80-as védőink vannak, ezt nem tudom, hogyan lehetett volna másképpen megoldani, mert én aztán nyomogattam a gombokat, mint a félőrült, lehet ez volt a baj. Nem tudom, Mendy, Eze. Megint üresen vannak az emberek, nem fogjuk az embereket. Jó van, Gallardo. Lajduni. Afif. Vissza Lajduni. Vega. Na most, gyere, Vega. Azaz, be lehet lőni. Hogy lett az kapufa? Mukokó, te Isten verte majom. Hogy lett az kapufa? Nem hiszem el. Üvöltözök, mint valami fába szorult féreg, mert minden kapufa 5 centiről széttöri, szétmorcsolja a kapufát egy futballlabdával. Egyszerűen teljesen értetetlen számomra. Gyerünk már! Azaz! Afif! Még egyenlítsünk már ki ebbe a fél időbe, ezt ne csináljuk már, ezt a hülyeséget. Mendy! Nem lehet, hát nem lehet utolérni, kifutjuk a belünket. Azaz, Lajduni, nagyon jó. Baumgartner, hihetetlen. Jamie Wardy ismételten. Wardy egyedül. Lajduni van ott, nem is védő Lajduni. Mit keres ott? Nem baj, segített. Az a lényeg. Vega. Maga elé emeli. Hát annyira durva ez a Vega. Nagyon komolyan tolja. Micsoda üres terület, már kinyossz! Hova fölé? De olyan jó labdákat kapnak, miért nem tudjuk kihasználni ezeket a helyzeteket? Vega őrült jól játszik. Tehát ez kevés. És felborítják Afifot, és semmi. Na végre, hogy befújja. Majdnem pofán vertük a bíróval, vagy mi az bírót Afifval. Van ilyen gomb. Megvered a bírót gomb. Aktiválni kellett volna, nem? Nem. Attól nem nyerünk meccset, mert megverjük a bírót. Bénák vagyunk. Valamit kell majd változtatni. Ismételten. Prát. Denier, jó. Eze. Oly. 2-0. Jó ez a Fradi karrier, nem? Élvezitek ti is, mert én nagyon. Marquinhos. Jasszum, öreg bácsi körömét nézhettük. Hát ez... Ez egészen durva.
Menjünk fel ultralátakra, mit védjünk a 2-0-án? Semmi értelme védeni a 2-0-át, menjünk fel, nézzük meg, hogy mit tudunk letenni az asztalra. Jöjjön be Schäfer is, szerintem Mukoko nem. Nem adja Mukoko, úgyhogy helyette vissza Ryan Mahé. A sál semmit nem ér, vacak. Ez egy béna sál. Ismételten sál a cserélek. A bajnokok vagyunk, sál. Megnézzük, hogy ezzel a sállal vajon tudok-e végre gólt lőni. Mert most már én nem tudom, miben van a hiba. Mivel van a gond. Tényleg mindent megpróbálok megtenni azért, hogy jól szerepeljünk, de nem jönnek az eredmények. Az jó. Schäfer. Az is jó. Schäfer Mahé. Hát ez nagyon jól kijátszották a gyerekek. Mi van veled, sál? Mi van veled? Azt a mindenit. Srácok, az hogy kijátszották. Schäfer micsoda labda szerzés. Hát ezt nagyon megköszönheti Mahé, de Mahé is ügyes volt, hogy berúgta egyáltalán a labdát, és nem mellé rúgta. De Schäfer labda szerzése így, hogy most állt be, ez meglehetősen komoly teljesítmény egyből meccs elején. Jó. Gyerünk. Azaz. Schäferinho. Ott van. Nagyon jó egyelőre. És még Schäfer. Milyen labdákat ad Schäfer? Mekkora... Gyerekek, milyen labdákat ad Schäfer? Schäfer Mahé az új komoly duó a csapatba. Nagyon komolyan kilőtte azt Mahé. De hogy Schäfer passza is klasszis szintű. Ez nagyon durva. Mi történik a csapatta 2-2? Nem értem, mi történik a csapattal, de nagyon működik. Vagy az ultratak, vagy a Schäfer Mahé duó. Én nem tudom mi, de valami működik. Vagy a sál, igen. Az is lehet, hogy a sál működik. Ezt most nagyon meg kell lovagolnunk. Vissza a Dibusz! Ne! Ne csinálom. Dibusz mellett eltolják a labdát. Kellemetlen. Ez nagyon-nagyon kellemetlen. Denayer előre, azaz Schäfer zseniálisan pontos passzokat ad. Vega. Na most gyere Vega. Gyere. Hát nem tudtam kinek passzolni, nem láttam el. Sötétült előttem a kép, hogy csak a lövésen járt az eszem, nem tudtam, hogy kinek adhatnám a labdát. Hát nem volt rossz. Kis blokk, jó, megzavartuk. Azaz. Hát ott eséskelés van. Egyenlően nem jó a széna. Kerkez. Ketten rontunk rá, azaz, nagyon szép kipasszolás. Ó, és el is veszítjük a labdát, ez gyors volt. Ez egy gyors labdavesztés. Fölé, mellé, oldalra, mindegy. Vega helyett Tokmak, Vega elfáradt, szerintem Vega mindent megtett, amit lehetett, de gólt nem tudott szerezni. Nagy kár érte egyébként, mert megérdemelte volna, de Schäfer és Mahé alatja le a babérokat, ami egyébként nem feltétlen baj. Vissza. Az jó, Mahé. Az annyira nem jó. Mahé ismételten, Mahé már nagyon közel. Mellé. Nem baj, csak toljuk tovább a szekeret. Még van idő. Még bármire. Most teszem csak ultraatakra. Eddig mi történt akkor? Jaj. Eltűnt a védelmünk. Jó, oké. Hűha. Az jó. Lajduni! Gyere akkor. Nagyon sokan vannak. Az jó. Nem. Végülis ez szép volt Lajduni részéről ez az elfutásocska. Tokmak. Hát a passz az gyenge.
Az nagyon gyenge volt. Jamie Wardy most hátul. Wardy nem veszi ki a részét a támadások, inkább ő hátrébb húzódva játszik. Amúgy működik a taktikájuk. Mert én Wardyra számítottam, hogy ő lesz majd elől, aztán közben meg az egy nagy átverés. Az jó, nem jó. Pedig úgy nézett ki. Ó, na ez már így valami. Már kinyosz. Azt át lehetne tenni a másik oldalra. Nyomtam volna a gombot. Májé! Na most ilyenkor mi van? Lajduniát Remzi. Most ilyenkor mi van? Eze is lejön. Kirugás, az nem jó. Ez minden csak nem jó. Remzi is bejön, az szerintem erősítés a csapatnak. Dansbury Hall jött még be a Leicester Citybe. Hát, nagyon nyomni kéne itt a srácokat. Futás. Ó, rossz. Dansbury Hall mehet. Futás van hátra. Jó. Azaz. Micsoda a gyors labdajáratás? Ja. Semmire nem elég. Önkapkodó játékot láthatunk ismételten ugye a taktikánknak köszönhetően, de ebből, ha mi jövünk jól, az mindent megér. Fölé, fölé. 80. perc. Afif. Nincsen fizikuma Afifnak már. Annyira kiveszi az energiát a srácokból ez a maximum támadó felállás. Ezt meg is értem egyébként. Ez jó, Schäfer. Schäfer? Márkin... Bazd meg, Schäfer beküzdi magát az első csapatba. 3 gól passz a meccsen. 3 gól passz a meccsen Schäfertől. Világklasszis passzokat oszt Schäfer 3 ember között. Mit csinál? Hol volt eddig Schäfer, és miért nincs a kezdő csapatban? Mr. Schäfer úr. Hát, gyönyörű játékot mutat be. Döbbenetes, hogy milyen jól játszik Schäfer. Ez egészen elképesztő. Kerkez, a Dibuszára kisétáltott volna, hogy negyen szöglet. Wardy is lejön, nincs meleg elégedve az edző. Megértem. Megértem egyébként. Dansbury Hall, jó. Kerkez. Próbálta volna levédekezni. Hirst, ő jött be. Mint új ember, Mayé. Neki is fogytán a energiája, tisztáz a védő. Mayé ismételten. Tokmak mehet. Tokmak vissza. Az nem jó. Az nem jó. Kasten. Nem lehetett elérni. Pedig az a kifutás, az a letámadás, az ígéretesnek tűnt. Danayer Hirsttel szembe. Szalajati. Dansbury Hall. Dibusz. Kinek lehet még adni? Kiben van Kakó? Schäfert eltávolítják a pályáról. Az nagyon jó. Palacios! Palacios! Pedig visszaszerezte. Pedig ő most mindent megtett. És vége a mérkőzésnek. 3-3, megint csak egy döntetlenre futotta, de ez viszont hatalmas meccs volt. Ez bitang meccs volt. És Schäferrel, de meg vagyok elégedve. Azt a mindenit, hogy mennyire meg vagyok elégedve Schäfer teljesítményével. Mi lőttünk többet kapura. Szerintem mind a két csapat nagyon akarta ezt a győzelmet. Pontosztoszkodás lett a vége, és Mayé 2 góllal nagyon komolyat vállalt a győzelem megszerzése kísérletéből, mert ugye nem lett az, hanem tényleg azért vele jöttünk vissza a meccsben Mayé 2 góljával. Gallardo lett a meccsembere, az hihetetlen, pedig ezt nem is gondoltam volna egyébként, hogy Gallardo ennyire jó volt, nem tűnt ki számomra is szemre, de aztán mégis ezek szerint. Schäfer nem kapott túl jó értékelést, pedig a 2 gólpassza nekem mindennél többet ért. Még a játékosokra itt nézzünk rá a végén, van itt egy Hirst, akit utolsó pillanatban hoztak be, Wardy már nagyon lefelé, mert 82-es, mindjárt vissza kell menni a gyárba dolgozni, ugye onnan jött, oda megy vissza. Baumgartner, Dansbury Hall, ez eléggé nagy tehetség, ez a gyerek, jó is volt egyébként.
Azért 80 fölötti játékosok bőségesen vannak. Ferland Mendy az mondjuk egy 84-del, az kifejezetten komoly, de ott van Tapsoba is, mint új igazolás. Iversen kapus se volt rossz, és a cserepadon is azért vannak még jó játékosai. Hát komoly volt a Leicester City, ez egy nagyon komoly mérkőzés volt, gyűjtögetjük szépen lassan, nagyon lassan a pontokat. Legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók legyetek, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!